Ki a Szentírásból a Prédikátor könyve hetedik fejezetét, a példabeszédek könyve után következik a Prédikátor könyve, a hetedik rész első tizennégy versét olvasom fel. Prédikátor könyve hetedik fejezetének első tizennégy versét olvasom. Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb, az ő születésének napjánál. Jobb a síralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni. Mivel, hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Jobb a szomorúság a nevetésnél mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a síralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Mert a zsarolás megbolondítja a bölcs embert is, és az elmét elveszti az ajándék. Jobb akármi dolognak vége annak kezdeténél, jobb a tűrő, hogy nem a kevé. Ne légy hirtelen, a lelkedben a haragra, mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. Ne mond ezt! Mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Jó a bölcsesség az örökséggel, és előmenetelükre van az embereknek, akik a napot látják. Mert a bölcsességnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember. De a tudomány hasznosabb, mivel hogy a bölcsesség életet ad az ő urainak. Tekintsd meg az Istennek cselekedeteit, mert kicsoda teheti egyenessé, amit ő görbévé tett. A jó szerencsének idején élj a jóval, a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is éppen úgy, mint azt, Isten szerzette a végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, ami reá következik. Még egyszer felolvasom a 14. verset. A jó szerencsének idején élj a jóval, a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is éppen úgy, mint azt, Isten szerzette a végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, ami reá következik. Amen. Ez Isten igéje, imádkozzunk. Annyira gyengék vagyunk, atyám. Szavakkal ki sem tudjuk fejezni, hogy lelkileg is, fizikailag is mennyire erőtelenek vagyunk, Köszönjük, hogy megmutatod nekünk ezt nap, mint nap, hogy egyre jobban meggyőző minket a mi gyengességünkről, a mi erőtelenségünkről, ami tőled való függésünkről, reád való szorútságunkról. Nálad nélkül képtelenek vagyunk megérteni a te szavaidat, Istenem. Olyan nagy szükségünk van a te lelkedre, és arra kérünk, hogy áldjál meg most bennünket ővele, töltsél be minket, Uram, hogy Szent Lelket tanítson minket, hiszen csak egyedül ő tudja nekünk megmagyarázni a te szavaidat úgy, hogy megérthessük azokat, úgy, hogy bejussanak szavaid egészen szívünk mélyére, és a te lelket képes egyedül azt bennünk megőrizni, és beírni maradandóan úgy, hogy élhessünk a te szabad szerint, Ura. Istenünk, te Salamonnak adtál bölcsességet. Lelkedi szabad által bölcsé tetted őt, és adtál neki kegyelmet, hogy sok mindent megértsen, olyan dolgokat is, amit mások nem értettek és jövünk most hozzád mi is, és kérünk tőled bölcsességet, hogy áldjál meg a te isteni bölcsességeddel bennünket is, és világosíts meg elménk és szívünk számára a te szavaidat, hogy megérthessük, hogy engedelmeskedhessünk szabadnak, hogy tudjuk azt magunkra alkalmazni. Kérünk, adj nekünk erőt, és vedd el belőlünk a lelki és testi fáradtságot, és más akadályokat, emberi gondolatokat rombol le bennünk igét, és formáját alakítsát Jézus Krisztus képére, a te templomaiddá alakítsát bennünket, Istenünk, és légy nagy a mi életeinkben az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgassál meg. Amen. Ha megkérdeznélek benneteket, hogy tudnátok-e példát mondani az életetekből, a, arról, hogy volt az életetekben jó nap, jó napok és rossz napok, akkor úgy gondolom, hogy mindegyikötök tudna sok példát adni az életéből a jó napokra nézve és a rossz napokra nézve is egy testvérnek a bizonság tételét osztanám meg, aki a 14. versre vonatkozóan a jó és rossz napokkal kapcsolatosan a következőket írta. Váratlanul elzsibbadt a teljes jobb oldalam. Úgy tűnt, minden bezárult körülöttem az orvosok megerősítették azt, amit ő tartottam, gyenge agyvérzést kaptam. Amint a kórházban feküdtem, sok időm volt arra, hogy az elmúlt esztendő szép és szomorú eseményeit végig Tizenegy hónappal ezelőtt megszületett a negyedik unokánk, négy hétre rá meghalt az unokanővére. Áprilisben új munkahelyre kerültem, és augusztusban feleségemmel együtt először utaztunk Havályra. Hazatérésünk után hat héttel meghalt az édesanyám. Az én agyvérzésem öt héttel ezután következett. Régen mindig összevetettem a jó és rossz eseményeket az életemben, és az eredmény alapján döntöttem el, vajon szerete Isten vagy sem. Amikor azonban Salamon szavait olvastam, be kellett látnom, hogy Isten nem így munkálkodik. Nem a jó idők jelentik azt, hogy Isten elfogadott, mint ahogy a rossz idők sem elutasításának jelei. Isten szeretete áthatja életünk eseményeit. Bár természetes dolog örülni a jó napokban, és könnyű azt gondolni a rossz napokban, hogy Isten elhagyott minket, mind a rossz, mind a jó napok az emberi élet részei. Örüljünk minden napnak, amit az Úr elrendelt. 118. Zsoltár, 24. verse. Eddig a bizonság tevés. A 14. Versre szeretném ezen az Isten tiszteleten alkalmon a figyelmeteket ráirányítani. Egy kicsit szeretném Isten lelke segítségével az ő kegyelméből megvizsgálni, és Isten könyörüljön rajtunk, és magyarázza meg nekünk ezt a verset. Mutassa meg nekünk, hogy mit akar tanítani nekünk, milyen fontos leckéket, igazságokat akar tanítani most itt nekünk, e vers alapján. Egy másik fordításban is felolvasom ezt a 14. verset, a lényege ugyanaz ennek a fordításnak is, csak más szavakkal van fordítva. A jólét napján, örülj, de a balsors napján gondold meg, fontold meg, ezt is, amaszt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. A jó és a rossz napokkal Való küzdelem. Ezen most gondolkodjunk el egy kicsit, vagy mondhatnám úgy is, hogy a jó és a rossz napok kezelése, amiről szeretnék beszélni. Az első fontos, Gondolat, igazság, amit Salamon közül velünk itt a 14. versben az, hogy Isten szuverén tervében az életünk jó és rossz napokból áll. Isten szuverén tervében. Minnyájunk élete, minnyájunk, ez alól senki nincs kivétel. Az én életem és a ti életetek is jó és rossz napokból áll. Vannak az életünkben jó időszakok és vannak rossz időszakok. Ezek egymást váltják. Hol jó van, hol rossz van, aztán megint jó, megint rossz, és így. De mindegyik megtalálható minnyájunk életébe. Ez nem a véletlen műve. Ez, a, ez nem a vak sors vagy vak szerencse műve. Salamon azt tanítja nekünk ebben a versben, hogy Isten jelölte ki a jó és a rossz napokat minnyájunk életében. Ez Istentől van. Ez Isten terve. Ez Isten akarata, hogy vannak jó és rossz napok az életünkben. Az Ige azt mondja nekünk, hogy ne lepődjünk meg azon, hogyha vannak, Rossz napok az életünkben. Azon nem lepődünk meg, hogyha vannak jó napok. Azt szeretjük. Abból minél több kellene. Úgy szeretnénk, hogy mindig csak jó napok legyenek az életünkben. Végig jó napokból álljon az életünk. De így nem lesz. Ez nem lesz így. Mert itt azt tanítja nekünk Isten, hogy minnyájunk élete, jó és rossz napokból tevődik össze. Péter apostol az első levele negyedik fejezetének 12. versében ezt írja az ő testvéreinek a Krisztusban. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Tehát azt mondja, hogy ne rémüljetek meg. Más fordításban úgy írja, hogy ne lepődjetek meg, ne lepődjünk meg. Amikor rossz napod van, lehet, hogy a mai napod, ha most megkérdeznélek téged, hogy milyen volt a mai napod, lehet, hogy azt mondanád, hogy rossz napon volt. De azt mondja az ige, hogy ne lepődjön meg senki közülünk, amikor rossz napunk van, vagy rossz időszak van az életünkben, vagy rossz heted van, vagy rossz hónapod van. Mert azt, hogy meddig tart, milyen hosszú az a jó időszak az életünkben, meg hogy milyen hosszú az a rossz időszak az életünkben, azt senki közülünk nem tudja, csak egyedül az Isten tudja. Egyedül ő tudja. Nála ezer esztendő egy nap, és egy nap Ezer esztendő. Isten tudja, hogy meddig tart a jó nap és meddig tart a rossz nap az életünkben, mert ez tőle van. Ő rendeli el, ő jelöli ki ezeket, az ő tervének a része ez. Ez Isten elrendelt egyensúlya, az életben. Vannak jó napok, és vannak rossz napok az ember életében, és azt írja Salamon, hogy Isten szerezte. Ezt is éppen úgy, mint azt Isten szerzette. Mennyei atyánk kezéből származik mindez. Ugyanakkor tudjuk, hogy Isten szuverén úr, aki mindeneken uralkodik, minnyájunk élete fölött úr, Mi mindannyian tőle kaptuk az életet. Ő szabta ki, hogy ki mennyit fog élni itt a földön. Ő határozta meg, öröktől fogva meghatározta, kijelölte, hogy kinek, kinek az életében mennyi jó nap lesz, és mennyi rossz nap lesz. Ő előre mindent eltervezett, és ő öröktől fogva mindent tud. De a lényeg az, és ezt kell megjegyezzük, és így kell erő előre tekintsünk a jövőben, hogy ameddig még fogunk élni. Nem tudjuk, hogy meddig fogunk élni, Isten tudja egyedül, de lesznek jó napjaink, és lesznek rossz napjaink. Vagy lesznek jó óráink, és lesznek rossz óráink. Isten tudja. Egy példát szeretnék erre nézve most megemlíteni a Szentírásból jobb példáját. Jobbról hallottunk, minnyáján, többször is olvastuk a könyvét. Emlékeztek, hogy mi történt vele. Isten nagyon megáldotta ezt a férfiút. Hosszú jó áldotta meg őt. Nagyon hosszú jó időszak volt az életében. Úgymond jól mentek a dolgok az életében. Áldott napokkal áldotta meg őt Isten, amikor nem volt olyan nagy szenvedés az életében. Amikor a gazdagsága gyarapodott, a hírneve gyarapodott, egészségnek örvendett ő is és az egész családja, jól alakultak a dolgok az életében, Istennel szorosan járt együtt, szüntelen imádkozott, áldozatot mutatott be a gyermekeiért, Isten megáldotta őt tíz gyermekkel hatalmas gazdagsággal. Az ige azt mondja, hogy nagyobb volt ő kelet összes fiainál. Nagy gazdagsága volt, nagy családja volt, nagy bölcsessége volt, nagy Isten ismerete volt. Nagy hírneve volt, nagy tiszteletnek örvendett az emberek előtt. Olvassuk a könyvben, hogy hogy hallgatták őt. Fiatalok és idősek, micsoda bölcsességgel, Isten félelemmel, Isten ismerettel rendelkezett. És aztán egy nap eljött a balsós napja, a balsós ideje, a szerencsétlenség, a baj, a nyomorúság, a szenvedés napja az életében. Nagyon szenvedett. Nagy próbának volt alávetve. És amikor ez a szenvedés érte, ez a nagy szenvedés, ez a nagy testi fájdalom, testi szenvedés, lelki gyötrelem, és amikor ő ott benne volt, el volt merülve ebben a, ebben a szenvedésben, nyomorúságban is, fájdalomban, emlékeztek, hogy a felesége mit mondott neki? Második rész, kilencedik vers. Erősen állassz-e még mindig a te fedhetetlenségedben? Átkozd meg az Isten! és hallj meg. Te kitartóan szolgáltad az Istenedet. Hű voltál hozzá. Elkötelezted magadat mellette. Mindenedet odaszántad neki. És akkor Isten ezt tette veled. Elvett tőled mindent és ekkora szenvedéssel és fájdalommal sújtott téged. Milyen Isten a te Istened? Átkozd meg, és hallj meg. Jobb, hogyan hallgattatta el a feleségét mit válaszolt? A felesége szavára, az ördög kísértésére, hogyan verte vissza az ördög támadását? Hogyan állt meg hűségben az ura mellett? Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ez a szó, hogy bolond, ez másképp azt is jelenti, hogy Pogány úgy szólsz, mint egy Pogány, mondta jobb a feleségek, mint egy hitetlen. És tovább ezt mondta neki, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennőke el. És itt ez a kifejezés, hogy rossz, ugyanaz, mint a Salamoni versben, itt a 7. rész 14. versben. Ha a jó napok kellettek nekünk, akkor kelljenek a rossz napok is. Akkor vedd el. Vegyük el. Tőle. A jót elvettük Istentől a rosszat nem vennő kell. Vedd el, fogadjuk el, vegyük el ezt is tőle. Mindezekben sem védkezett jobb az ő ajkaival. Testvérek, a rosszat elvenni tő kegyelem által lehet. Hit lehet. Magunktól erre nem vagyunk képesek. Ahogy jobb sem magától volt képes elvenni a rosszat Istentől. A, amikor ugye rátört a rossz nap, Isten Megengedte az ördögnek, hogy megtámadja a jobbot, mert az ördög állt a csapások mögött. Isten, meg persze Isten megengedte. De az ördög hajtotta végre azt a sok rosszat, ami folytán jobb szenvedett. Elveszítette, egy pillanat alatt az összes földi gazdagságát, vagyonát. De ennél jobban fájt neki a tíz gyermekének az egyszeri, egyszerre való elvesztése. Fel se tudjuk fogni. Tíz gyereket valaki egyszerre elveszi. És akkor elveszítette még utána az egészségét, és nem értette, hogy miért. Esett meg mindez vele. Küzdött, hogy megértse, mert ő is ember volt, és kérdések gyötörték. Minderült égből villámcsapás, úgy zúdult rá ez az egész, nem a bűnei miatt. Hiszen maga Isten tett róla bizonságot az első rész nyolcadik versében, hogy jobb, fethetetlen, igaz, bűngyűlölő, Istenfélő ember, nincs hozzá hasonló senki ott akkor, abban az időben. Rég, rég volt az. A régi időkben, a legrégebbi könyv, a jobb könyve, mondják az írásmagyarázók. Aki Mózes előtt élt, és ez, ez, az emberben Isten gyönyörködött. Isten áldása volt rajta. És akkor Ugye ez, 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 bennünk is ilyen kérdések előjönnek, amikor az életedben jön a rossz nap. Jön a nyomorúság, a szenvedés. És, és ha nem is mondod ki hangosan, de ott benned, hogy most miért ért engem ez a baj, ez a szerencsétlenség, ez a csapás, mit vétettem én? Miért zúdult rám ez a próba, ez a szenvedés? Vannak ilyen kérdések bennünk is, mi is küzdünk, hogy értsük meg minél jobban, hogy miért szenvedünk, amikor szenvedünk, amikor rossz, Napjaink vannak. Jobb barátai azt gondolták, hogy ők tudják az okát annak, hogy jobbnak miért volt rossz napja. Hogy miért érte őt balsós baj, szerencsétlenség Elifáz, megfogalmazta és azt mondta, hogy azért ért téged ez a sokba nyomorúság, mert bűn van az életedben, mert védkeztél Isten elemet, elrejtetted a bűnödet, képmutató képmutatása vádolták, jobbot a barátai. És Elifász ilyen súlyos állítást tesz az ötödik rész, negyedik versébe, ezt mondja a jobbnak, Fiai messze estek a szabadulástól, a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket. Más szóval azt mondja itt jobbnak, a képmutatásod az oka annak, hogy a gyermekeid meghaltak. A te védkedet, Isten a te gyermekeidben büntette meg. Ezzel vádolták a barátai jobot. És ez hazugság volt. Az ördög hazugsága volt. Aki itt is jobot támadta, és el akarta szakítani Istentől, Isten ellen akarta fordítani. Rá akarta venni arra, hogy átkozza meg az ő Istenét hogy hagyj el, hogy legyen hűtlen hozzá. És hogy válaszolt jobb? Az őt ért csapásokra, szenvedésre. Hogy válaszolt a rossz napra? És ugye, ugye ez a kérdés, hogyan kezeljem a jó és rossz napokat? Vagy más szóval, hogyan küzdjek meg a jó és rossz napokon, milyen kell legyen a hozzáállásom, hogyan kell viszonyuljak hozzá, hogyan kell fogadjam azt, ami ér engemet a jó napokon és a rossz napokon. Tanuljunk jobbtól. Van mit tanuljunk. Isten könyörüljön meg rajtunk is úgy, mint ő rajta, és tanítson meg minket arra, amire őt tanította meg, mire tanította meg. Mit végzett el Isten kegyelme, lelke jobb életében? Azt végezte, hogy amikor ez a sok szenvedés és csapás érte, akkor ezt mondja az ige, felkelt jobb, megszaggatta köntösét, megborotválta a fejét, és a földre esett, és leborult, és mondta, Mezittelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezittelen térek oda-vissza. Az úr adta, az úr vette el. Áldott legyen az úrnak neve. Milyen könnyű ezt elolvasni? Olyan könnyen felolvastam most nektek, Ezeket a szavakat. De milyen nehéz ezt megélni? Milyen nehéz ezt szívből kimondani, amikor benne vagyok a próbában? Akkor, amikor Isten elvesz valamit vagy valakit az életünkből. Tudjátok, ti és testvéreim, hogy milyen nehéz áldani és dicsérni az Urat a rossz napokban. A jó napokban könnyű. De a rossz napokban. Mert vannak azok is, és lesznek még. E lelki pásztúrnak meghalt a felesége. Nagyon megviselte. Nagyon-nagyon megviselte a felesége halála. Elment szabadságra. Nem tudott szolgálni, érthető. Aztán egy idő után visszament a szolgálatba, a gyülekezetbe és elhatározta, hogy ebből a versből. Ebből a versből fog szolgálni, a Jobb 1.21-ből. Hogy ebből prédikál, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. És felment a szószékre. És elkezdte olvasni az Úr adta. Nem tudta tovább olvasni. Abba adta. A szószékről lement. A következő héten újból felment a szószékre, hogy ebből az igéből prédikáljon. És elkezdte olvasni. Az úr adta. Az úr vette el. És abba adta. Nem tudta tovább olvasni. Lemente a szószékről. Harmadik héten is az úr napján felment. És olvasta. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. És elkezdte hirdetni Istenikét. Tehát ez az igazság hogy Isten jelölte ki a jó és rossz napokat minnyájunk életébe. Az ő akarat ez. Ha? Ő akarta, hogy így legyen. Ha? Az ő terve ez. Emlékezzünk meg. Erről. Ő az úr. Egyedül. Joga van neki arra, hogy azt tegyen, amit ő akar. És ő azt tesz, amit ő akar. Ő megcselekszik minden helyzetben, minden körülmények között, amit akar. Az ő akarata pedig jó. Talán mi nem értjük sokszor. Talán mi rossznak véljük sokszor. Rossznak ítéljük meg. De nem rossz az ő akarata. Ő jó. Isten mindig méltó a mi dicséretünkre. Jobb, Isten embere. Ez az Isten félő férfi, aki több ezer ével előttünk élt, megértette ezt az igazságot, hogy Isten mindig méltó a dicséretre. A rossz napokon is méltó a dicséretre. Amikor szenvedést küld az életünkben. A, nem csak akkor, amikor ad nekünk valamit vagy valakit, hanem amikor elvesz tőlünk valakit vagy valamit, akkor is méltó a dicséretre, az imádatra. Jogában áll adni és venni. Végül is ő az Isten, az egyetlen Isten, mindeneknek teremtője és ura, minden útja tökéletes, minden cselekedete helyes. A mi kötelességünk az, hogy me leboruljunk, meghajoljunk előtte az ő akarata előtt, az ő szuverenitása előtt. És a mi örömünk és boldogságunk hinni, bízni az ő szuverenitásában, az ő korlátlan, abszolút hatalmában és uralmában. Nem értem atyám, mit cselekszel. De bízok benned. Tudom, hogy jót cselekszel. Ha nem is értem ezt. Az, az értelmem nem képes felfogni a te útadat. Most nem értem. De, atyám, te jó vagy. Te szeretsz engem. És ezt látjuk jobb életében, bízott Istenben. A szenvedésében, a nyomorúságában is. Isten terve, tökéletes, tévetetetlen jó, azt nem kell. Kiavítani. Nem kell utólag valamit hozzátenni. Öröktől fogva Isten elkészítette az ő tervét. Mindannyian benne vagyunk az ő tervében. Minnyájunk életére nézve neki egy tökéletes terve van. És velünk minden aszerint szerint történik. És vannak életünkben jó és rossz napok. Ma délelőtt beszélgettünk a testvéreinkkel parajdon. És a testvérnő azt mondta, hogy a kedvenc igéje neki, régebb a János 3.16 volt, most pedig a Róma 828. Tudjátok, hogy mi van ott megírva? Hogy Isten népe számára, azok számára, akik Isten szeretik, minden a javukra van. És milyen jó, ha az ember ezt hittel magáéva teszi, ha a szíve ezen megnyugszik ezen a kősziklán. Hogy, hogy ez a meggyőződés, ez a bizonyosság, hogy a, a jó napok is, és a rossz napok is, amiket Isten kijelölt az életemben legyenek, bármilyen rosszak is azok a napok, de javamra vannak, javamra vannak. Ez az ige vigasztalása Isten népe számára. Így kell erőre tekintsünk a jövőbe. Nem tudjuk, hogy mi jön ránk, mi következik. Nem tudjuk, nem ismerjük a jövőt. Isten tudja, egyedül, Isten kezébe van a jövőnk is, úgy, ahogy a jelenünk is. Az ő kezében van, de egyet tudunk, mert Isten közölte velünk, ő nagyon szeret minket, és úgy a jó, mint a rossz napokat a javunkra fordítja, a javunkat fogják ezek szolgálni, bármi is történjék velünk a rossz napokon és a jó napokon is. Isten annyira szeret, olyan nagy, olyan hatalmas, olyan bölcs, hogy ő mindent és minden, még a bukásainkat, kudarcainkat is a javunkra fordítja, jót hoz ki abból. A másik nagyon nagy, fontos, tanulságos lecke ebből a versből, amire tanít minket Salamon. Isten lelke által az, hogy a rossz napok általában a legtanulságosabbak Isten népe számára. A rossz napok általában a legtanulságosabbak Isten népe számára. Mit mond az ége, mit mond a lélek nekünk itt? A jólét idején, a jólét napján, Örülj, örvendj Isten népe. És ha, és úgy gondolom, hogy ez a legkönnyebb parancsa az úrnak, amit ezt le, a legkönnyebb teljesíteni ezt a parancsát az Úrnak, hogy a jólét idején, a jó napon örülj, és örülünk. Van minek örüljünk. Annyi jó napot adott nekünk. Isten ez idáig, és ti is annyit példát tudnátok adni jó napokra nézve. Hát örüljünk, köszönjük meg Istennek, legyünk nagyon hálásak érte. Hiszen nem azon kellene megdöbbenjünk, mert sokszor megdöbbenünk, megrökönyödünk, hogy Jaj, van, van rossz, jött -e egy rossz nap, vagy egy rossz időszakot engedett meg Isten az életembe, és akkor úgy váratlanul él, meglepődök, nem tudom hova tegyek. Nem ezen kellene meglepődjük. Az, hogy ad jó napokat, hogy adott. Hiszen mit érdemelnénk? Ha az érdemünk szerint bánna Isten velünk, akkor nem adhatna. Jó napot, egyet sem, mert nem érdemelnénk meg. De nem az érdemünk, nem a bűneink szerint bánik velünk, és másokkal sem, hanem kegyelme és írgalma szerint, és ez a kegyelmét hirdeti, a jóságát, a szeretetét irántunk, az a sok jó nap, az a jó időszak, hosszú, hosszú, jó időszakok, amiket kaptunk tőle, hogy mennyire jó az Isten hozzánk. Milyen nagyon szeret bennünket. De mi a helyzet akkor, amikor megérkezik, az életünkben beköszön a rossz, a válságos időszak. A, eljön a Balsors ideje, a szenvedés, a nyomorúság napja. És mit parancsol erre a napra nekünk, Isten? Ez nagyon fontos, a jó napokra azt parancsol, hogy örülj. Örülj Isten népe. És azt mondja, hogy amikor jön a rossz nap, beköszön az életedbe a rossz nap, akkor állj meg, és gondolkodj. Ez Isten parancsa, állj meg, és gondolkodj. Fontold meg, gondold meg, és ezért ezek a napok a legtanulságosabbak tekintsétek meg a rossz napokat az életetekben. Gondolkodjatok el. Isten néha azt rendeli el számunkra, azt jelöli ki, hogy mély vizekbe jussunk, és tűzbe jussunk. Ezt olvassuk az igében, hogy van olyan időszak Isten népe életében, amikor az ő Istenem mély vizekbe és vizeken viszi át tűzbe, vas, és tűzes kemencébe viszi bele az övéit. Azonban a mély vizekbe, a tűzben, a vas kemencében tanuljuk meg a keresztény élet legértékesebb leckéit. Ez a tanuló -e. Ez vannak olyan leckék, a keresztény életnek vannak olyan leckék, amiket nem tudunk megtanulni a jó napokon, a virágos kertben, a mezőn, hanem amiket csak a vaskemencében, a pusztában, a mélyvizekben, a tűzben tudunk megtanulni. És ezért visz oda Isten. És ezért jelöl ki számunkra is rossz napokat, amiket nem szeretünk. Azt mondjuk, ezek a nem szeretett napok. Talán gyűlöljük is ezeket a napokat. Leszeretnénk talán rövidíteni, elkerülni, kiiktatni az életünkből, egyre kevesebb rossz nap legyen az életünkben, egyre több jó nap, de bármennyire is igyekszünk, nem lehet ezeket kiiktatni teljesen, megszüntetni. Egyszer, ha Isten újrendelte el, hogy rossz napod legyen, rossz napod lesz. És ezen a napon Isten a rossz napokon nagyon fontos leckéket tanít nekünk, amiket nem tanulnánk meg a jó napokon például olyan leckéket tanít meg nekünk a rossz napokon, amikre Salamont tanította meg az ő rossz napjain, és amiket itt feljegyzett a hetedik fejezet elején. Megtanította neki ezt, hogy a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. A világ felfogása ennek az ellenkezője. Ha világi embereket kérdeznél meg, hogy melyik jobb, mit mondanának a születés napja. És ha te azt mondanád egy világi embernek, hogy jobb számodra halálnak napja a születésnek napjánál talán azt gondolnál, hogy bolond, vagy elment az eszed. De ezt a rossz napokon lehet megtanulni. Erre Isten tud megtanítani minket. Jobb a halálnak napja az ő születésének napjánál, jobb a síralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni. Hogyha az ember elejébe tennék, hogy válaszol, hogy hova megy, lakodalmas házhoz, vagy síralmas házhoz, ez csak egy ilyen példa. De ez is sántít de hogyha az emberek hatalmában állna választani, hát a legtöbb ember szerintem ne a vígasság, a lakodalmas házat választaná, nem? De nem a síralmas házat. De azt mondja Salamon, jobb. A síralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni, és jobb a szomorúság. Jobb a szomorúság a nevetésnél. Ki akar szomorkodni? Hát nagyon nem lehet találni embert. Inkább nevetni szeretnénk. Mindig nevetni, mosolyra nyíljon a szánk. És azt mondja Salamon, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Micsoda? Miket mond Salamon? Isten tanította meg ezeket a leckéket neki, hogy ő számára ez jobb legyen, ezek a dolgok. A rossz napján tanuljuk meg, tanít meg Isten minket a keresztről szóló leckéről. A keresztről szóló leckét a balsós idején tanuljuk meg. Krisztus számára a kereszt rossz nap volt, balsós napja volt, a szenvedés és nyomorúság napja volt, és Krisztus szomorú volt. És azon a napon Láthatjuk Krisztus szomorúságát a Kálvárián, és ez része volt a legnagyobb nyerességnek, amit valaha a világ látott. Ebből nyereség származott. Krisztus győzött! Krisztus megmentette a népét! Illetünk az övéi! Ő szomorú volt. A lelkem szomorú, mint halálik. Mint Isten gyermeke soha nem veszítesz -e semmi igazán értékest, a szomorúságban csak nyersz. Mert az Isten szerinti szomorúság megtéréshez vezet. És azt mondja az ige, hogy az Isten szerinti szomorúság jobbá teszi a szívet. Jobbá teszi a szívünket, hogy jobban szeressük az Istent és egymást és másokat. Isten megtisztítja a szomorúság által, mint egy szűrővel a szívünket, a lelkünket. És Krisztus szívéhez formálja át Szívére a mi szívünket, hogy olyan szívünk legyen, mint Krisztus szíve. És ugye nagy nyomorúság napja volt a kereszt a halál napja Krisztus számára, de ez volt a legnagyobb nyeresség napja, felfoghatatlan, elképesztő, emberi szavakkal, ki se lehet fejezni, hogy mekkora nyeresség származott Krisztus szenvedéséből, halálából, feltámadásából számunkra. Örülj a jó napokon, és tanulj a rossz napokból. Tanulj Istentől. Jobb tanulni a rossz napokból. És Alamon azt mondja, hogy Isten szerezte, mind a kettőt Isten szerezte, készítette. Vagy más szóval, hogy a jó napot a rossz nap mellé helyezte Isten. Miért? Azért, hogy az ember ne találja ki, vagy ne tudja, hogy mi következik. Ne tud, ne ismerd a jövőt. De miért? Mi a, mi a célja Istennek ezzel? Miért fontos ez? Azért, hogy növelje mindannyiunkban a tőle való függésünk, a reál való szorultságunk tudatát, érzését, meggyőződését. Hogy, mert, a, mert így, hogy nem tudjuk a jövőt, és, és tudjuk azt, hogy lesznek rossz napok is az életünkben. Hogy Isten kezében van az életünk a jövőnk még jobban átérezzük, átéljük a lelkünk mélyén, hogy mennyire, milyen nagyon az Istentől függök. Teljes mértékben az Istentől függök. Minden tekintetben, minden téren tőle függök, és reá szorulok. Testvérek, az is, az is, van, az is a valóság egy része, hogy a jó napokon hajlamosak vagyunk minnyája megfeledkezni Istenről. Beismerjük ezt? Hogy hajlamos. Hát az szövetségben is olvassuk, hogy Izrael népe a jólét idei megfeledkezett az ő Istenéről. Ez velünk is előfordulhat, és talán már fordult is elő, történt, meg tudnánk példát mondani erre napot, időszakot az életünkbe. De jönnek a rossz napok. És a rossz napokban Isten emlékeztet minket magára. Emlékeztet arra, hogy ő uralkodik mindeneken, rajtunk is, másokon is, hogy ő irányít mindent az ő akarata szerint, és emlékeztet arra, hogy tőle függünk. Hogy rászorulunk, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Nem tudunk igazán jót tenni, hogy nem tudunk megmaradni, megállni a hídben. Nem tudunk nála nélkül győztes keresztény életet élni. Nem tudunk nála nélkül igazán boldogok lenni. Örülni, hálásak lenni, tőle függünk, rászorulunk. Testvérek, a dolgok sokszor nem olyanok, mint amilyennek látszanak a különbség, a látszat és a valóság között nagyon fontos lecke, amit újra és újra meg kell tanuljunk. És ez az, ami végig vonul Salamon szavai mögött, e versek mögött, ez a gondolat húzódik meg, hogy az embernek, nekünk is és másoknak is úgy tűnik, úgy látszik, hogy jobb, a születésének napja a halálnak napjánál. Hogy jobb a lakodalmasok házához menni, mint a síralmas házhoz menni. Hogy jobb a nevetés a szomorúságnál. Ez látszat. Úgy látszik számunkra. De a valóság, és ez az, amit Isten megtanít az ő népének a rossz napokban, hogy más a valóság. A valóság az, hogy jobb a síralmas házhoz menni. Hogy nem a lakodalomnak házhoz, jobb a halálnak napja az ő születésének napjának, és jobb a szomorúság a nevetésni. És ezt a valóságot egyedül csak hitáltal láthatjuk. A hit látja egyedül azt, hogy a jólét ideje napja semmit nem ér Isten nélkül, és hogy mennyire értékes a rossz nap Istenne. Hitáltal érti meg az ember, látja ezt az igazságot, és végül, ha Isten gyermeke, Megtanul megküzdeni a jó és rossz napokkal, vagy megtanulja kezelni megfelelően a jó és rossz napokat, akkor ez nagy áldás forrása lesz számára. És milyen áldás származhat ebből? Hát az első az, hogy ez megalázza a büszkeségét, ez az igazság. Megalázza a büszkeségét, mert hogy Isten megérteti vele azt, hogy, hogy, Velem, veletek, hogy tőle függünk. Az életünk az ő kezében, ha ő rendelkezik velünk, az tesz velünk, amit akar. Őtőle vannak a jó napok az életünkben, őtőle vannak a rossz napok az életünkben. A jövőnk az ő kezében ma és az történik velünk a jövőben, holnap, holnap után, azután, amit ő kijelölt számunkra, amit ő elrendelt számunkra. Isten megalázza ezáltal a büszkeségünket. Második áldás az, hogy véget vett a zúgolódásunknak. Véget vett a zúgolódásnak, mert Isten magára irányítja az ő népe figyelmét. Magára megmutatja, hogy ki ő hogy milyen hatalmas, milyen nagy, hogy mindaz, ami veled, veletek és velem történik, az ő terve, az ő akarata. És amit ő akar, azt megcselekszik mindannyiunkkal. És mit kell tegyünk mi? Le kell boruljunk előtte, mint jobb, és imádnunk előtt. És végül ez előzi a szomorúságot. Ez előzi a szomorúságot. Az a gyermeki bizodalom a, a nap végén, mielőtt ágyba térnél, és megállsz, és elgondolkodsz, és azt látod, hogy amit ma téged ért, ami veled ma történt, és vannak olyan napok, hogy rossz dolgok is történnek, fájdalmas, kellemetlen dolgok történnek. Az Atyám kezéből jött ez számomra. Az ő tökéletes szeretetéből, az ő tökéletes bölcsessége által az én javamra örök jólétemre adta ezeket az eseményeket. A rosszakat is, a fájdalmasakat is, a veszteségeket is, amik értek ezek az ő szeretetéből irántam, az ő jóságából származtak. És nem azért adta ezt a rossz napot nekem, hogy báncson, hogy tönkre tegyen, hanem hogy segítsen engemet. Hogy magához közelebb vezessen, és megtanítsa nekem az isteni élet Legfontosabb, legértékesebb leckét a szenvedésben, amiből nyereség származik számunkra is. Látjuk Krisztus Urunk szenvedését a keresztpán. Isten dicsőítette gyermeki bizodalmával, mert ott is az atyában bízott és a mi atyánk bennünk is, a mi szívünkben is elvégzi. Hogy úgy, mint jobb, aki hozzánk hasonló ember volt a rossz napokban, a rossz időszakban, a fájdalomban, a veszteségben, a betegségében, az ördög támadásában, a vaskemence tüzében, a szenvedés tüzében is áldja az Urat. Imádja hogy leboruljunk, és imádjuk őt. És megköszönjük neki szívből a jó és rossz napokat egyaránt. Segítsen meg Isten, és váltsa valóra ezt minnyájunk életében, az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Atyám, mi még sok leckét nem tanultunk meg. Nagyon sokat. A rossz napjainkon is sokszor, Uram, nem álltunk meg, és nem gondolkodtunk el, hogy mit is akarsz kezdeni velünk ezekkel a fájdalmas dolgokkal, eseményekkel, hanem futkároztunk fűhöz, fához, kapkodtunk, kerestük a kiútat. Nem a te igéthez menekültünk sokszor, hanem kábítószerekhez nyúltunk, a világ által nyújtott a kábítószerekhez, szórakozásokba vetettük be magunkat, gyógyszerekbe, italba, még most is, Uram, hogy már hozzá tartozunk, mert könyörültél rajtunk Krisztusé, még most is sokszor ezen a téren is kudarcot vallunk, Atyám. Olyan türelmetlenek vagyunk. Olyan kicsi a hitünk. Atyám, köszönjük a kicsi hitet, amit adtál. De megvalljuk neked, hogy Annyiszor ingatag, inoga hitünk, annyiszor kételkedünk a szeretetedbe, annyiszor fel vagyunk háborodva a szívünk mélyén, hogy te miért adsz rossz napokat, miért viszel mély vizekbe, tűzbe, kemencébe. Nem szeretjük, nem kívánjuk, nem akarjuk, uram, el futni ezek elő. Jó, hogy nem engeded, uram. Köszönjük, hogy nem engeded. Atyám, ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk. Mi sokszor olyan bolondságokat kérünk tőled akarunk. Legyen úgy, ahogy te akarod, Uram. Te tudod, hogy igazán hogy mi jó nekünk, és amikor bolondságot kérünk, ne hallgass, meg ne hallgass ránk atyánk. Te tedd azt velünk, amit jónak látsz, Uram. Ami téged dícsőit, csak hogy az életünk téged dicsőítsen, szent legyen, miképpen te szent vagy. Köszönjük, hogy velünk vagy a jó és rossz napokban is, és, és soha el nem hagysz Áldott légy a szeretetedért és hűségedért. Segíts ezt hinni, Uram, akkor is, amikor a próba vagyunk, Uram. Bízni gyermeki hittel benned, hogy szeretsz, ha beteg, ágyra helyezel, hogy akkor is higgyük, hogy szeretsz, hogy jó vagy hozzánk, hogy ezt javunkra adtad, Uram, s a családunkban, ha valaki beteg. Olyan nehéz, Istenem, Mindenkor kellene örülni benned, Uram, de mikor olyan nehéz, nem tudok örülni Krisztusnak. Segíts, Istenünk, rajtunk! Könyörű rajtunk, Uram! Annyira megrontotta a bűn, Istenem! Félelmetes, iszonyatos, rettenetes, Uram, hogy mit tett velünk! Rettenetes! A lelkünket, az idegrendszerünket, Atyám, a testünket, az életünket. Uram, annyi szenvedés van mindenütt, közelünkben, távolunkban, szeretteink közül is, Uram, meg mi is, te tudod, Uram. rád várunk, Uram, a Te szabadításodra, a Te segítségedre, mert a bűn, az ördög, a pokol, a halál, a sötétség serege megszámlálhatatlan. Atyám, mi lelkileg olyan helyzetben vagyunk most, itt, mint Josafát annak idén a népével azt mondtad, hogy megszámlálhatatlan sereg, Pogán sereg támadta meg, elborították az egész földet, országot, mint a sáskák. És le, lelki síkon mi is így vagyunk, atyám, hogy amerre nézzünk, az a sok bűn az életünkben, mások életében, a sok gonosz, az ördög a szenvedés, a sötétség ura, a sötétség erői uram oly rengetegen vannak. Mi olyan gyengék és erőtelenek vagyunk, mi egy maroknyi nép vagyunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy előttünk vagy, előttünk mész a harcba, drága megváltunk, győztél, és légy áldott, hogy minket is győzelemre vezetsz, Úr Jézus Krisztus, aki a világosság ura vagy, az élet, a fény ura vagy, aki az uraknak ura és királyoknak királya vagy, nagyobb és erősebb vagy a sötétség uránál, és annak az összes erőinél a pokol hadánál is, és te szempillantásra majd el fogod pusztítani, azt mondtad, amikor visszajössz, segíts, készítsé fel a küzdelemre, a harcra, hogy készen legyünk, Uram segíts elvégezni a ránk bízott küldetéseket, Ura, és harcolni bátran a te szereteteddel és többi fegyvereddel. Atyánk Jézus Krisztus nevében hallgassál meg. Amen.